Tisztelt hallgatók! Következő adás a talanuszról szól, ahogy haladunk a kéreg felé. Van egy alapszabály, amit szeretnék kihangsúlyozni, minden, ami a kéregben végződik, és száll fel a kéreg irányába, a talanuszban kell, hogy szinaptizáljon. Egy érdekes metodikai képet mutatok a vízdiffúziós tenzor technikával. A pályákat lehet vizualizálni, és ugye lehet látni, hogy milyen diffúz területre projekciálnak a talanuszból irányuló rostok, ebben egyébként benne vannak a leszálló pályák is. A talanusz a diencefalon része, és ugye felvéstamból betettem ezt a diát, hogy lehessen látni a fejlődő telenkefalont, amikor még sima felszínű, de már eltakarja a prozenkefalomból visszamaradó diencefalont valahogy lenne ezen a területen a középen, és még a mezenkefalon, illetve a grombenkefalon nincsen takarásban. Ha ezt a horizontális meccést megnézzük, és jobb és bal oldalon eltérő fázisban mutatja a képet, akkor lehet látni, hogy kezdetben a kinővő telenkefalon és a visszamaradó diencefalon között még van egy rés, a piamáterrel együtt, majd ez visszahúzódik, és a jobb oldali képen egy későbbi fázist látunk. Azt is látjuk, hogy a telenkefalon differenciálódik, ez a része vastagodik meg elsősorban, ami a corpus striatumot adja, vagy csak striatumot, és ez kezd hozzányúlni a diencefalonhoz, ami ugye talanusz lesz. Ez a lévő kép tulajdonképpen ezt mutatja. Ha erre a meccésre egy függőleges meccetet készítünk, tehát az eredeti képen ez így néz neki, akkor látjuk ezt a sematikus ábrát, és középen egy kicsit lejjebb a diencefalon található, és eltérő módon két oldalon ábrázolva, ahogy a lévő ábrán is volt, ez egy korábbi, ez egy későbbi állapotot mutat. Itt még megvan a telenkefalon és a diencefalon közötti rés, itt pedig már megvan a fúzió, de tudjuk, hogy a telenkefalon ezen a részen rendkívül vékony marad, és ezt a területet lamina fixának hívják, ez fog hozzáfeküdni a talanuszhoz. És látszólag ugye ez lesz a telenkefalon párcentralisának az alsó fala. A diencefalon tehát ugye több részre differenciálódik, itt a talamuszt látjuk, hogy a harmadik agykamrának a főső laterális falát alkotja. Ez tulajdonképpen hasonló, csak egy kifejlettebb állapotot mutat, amikor ugye a kosszalagszerűen fejlődő telenkefalon kétszer megjelenik a frontális metszetben, nem csak a pars centralis, hanem a cornu inferius vagy cornu temporal területén is. Tulajdonképpen hasonló képet mutat ez is, és ezeket nem is ismételném át, mert ezt már mindenki hallotta, az első verés és a másodikus agyfolyamokat. Amit szeretnék itt megmutatni, hogy a diencefalon természetesen több részre differenciálódik, és csak az egyik része a talamusz, fölül és hátul az epitalamusz lesz, tehát a habenulák és a tobozmirigyet értjük ezen, valamint a hozzátartozó komisszurák területe. Aztán van a szubtalamusz, ebből keveset fogunk látni vagy hallani, és legalul pedig a hipotalamusz, ami fő vegetatív központ, erről külön előadás lesz. Amit szeretnék kihangsúlyozni az, hogy a telenkefalon, amit fönt található, a telenkefalon üregének a falából differenciálódik, ugye a striátum, a nucleus caudatus található itt, illetve a lentiformis, aminek látszólag, tehát ami látszólag messze van a pars centralistól, de úgy kell ezt elképzelni, hogy valamikor egy közös szőkeállom, ami massza volt, és ezt ketté választja a projekciós pályáknak a fejlődése, mind a leszálló, mind a felszálló pályák, tehát magyarán a kapszula interna, és ezért látjuk relatíve a lentiformis, nucleus lentiformis messze caudatustól, de láttuk igazi készítményen, hogy ezek össze vannak még kötve, putámen, és caudatust együtt hívjuk striátumnak. Hát ezt már makroszkövel mindenki hallotta, csak átismétlen diencefalonnak a főbb részeit, ezt az előbben is említettük. Ez pedig a kamra rendszernek a negatívja. Itt most a harmadik agykamrára szeretném a hangsúlyt fektetni. Ugye ami kitöltődik, az üreg volt, és ami pedig üres maradott valami volt, az igazi
kamrában, ugye itt középen az áthízó intertalamika volna, azért látjuk ezt a kis nyilást. Aztán ezen a területen van egy kis kiszögelés, majd egy bevágás. A kiszögelés az a recessus triangularis, a bevágás pedig a commissura anterior lenne. Utána a lamina terminális húzódik lefelé, majd ez a kiszögelés lesz a recessus supraopticus. Ez a bevágás, ez pedig a chiasma opticum, ez a kiszögelés a recessus infundibuli. Ha hátul megnézzük, akkor az aqueductus cerebrivel kezdeném talán. Ez fölötti bevágás lenne a commissura posterior, ez a kiszögelés a recessus spinalis, ez a bevágás a commissura avenularum, és ez, amit nem szoktunk látni, mert levesszük, hogy betekintsünk a nagykamrába a plexus corideus, de így észrevehetjük, hogy van egy még jobban kinyúló recessus supraspinalis is. Ez a kis kiemelkedés, ami a foramen interventricular Monroe-t összeköti az aqueductus cerebrivel, tehát igazából rosszul is ábrázolták, mert ennek errefelé kéne haladnia, ez a sulcus hypothalamicusnak volna a vonala. A talamus fönti előső és fönti hátulsó nézetből van reprezentálva. Egyébként itt van a nucleus lentiformis is, valamint a caudatus, és a kettő közötti kapcsolatot mutatják ezek az összeköttetések. A harmadik agykamrának az ürege látszik a talamus területét élőttük be rajta mellette. A kapszula internat közvetlenül oldalt helyezkedik el tőle frontális metszetben. Alul a hipotalamus alkotja a harmadik agykamrának a falát, ugye lehet látni a corpus mammillárékat is, ez van éppen bejelölve, és aztán a talamusra fokuszálunk, ezek után három nagy magcsoportra lehet osztani a talamus magjait, sárgával az előső magcsoportot látják, zölddel a laterális magcsoportot, és rózsaszínnel a mediális magcsoportot. Szeretném kihangsúlyozni, mert utána már nem nagyon lesz szó a szó, hogy van itt oldalt lilával jelölve egy nucleus reticularis is, ami a formáció reticularisnak igazából egy kiterjedése fölfelé, és igazából inkább negatív kontrollja a többi talamikus magnak, majd erről beszélünk még, alul a corpus mammillareket lehet látni. Az is látszik, hogy a capsula interna lefelé konvergál két irányból, és szoktam kérdezni, hol folytatódik, itt lehet látni, hogy a corpus mammillare melletti krust cerebriben folytatódik, ugye ez kicsit nehéz elképzelni, de ez már a mezenkefalonnak a legventrálisabb része, tehát így jön lefelé, és ezért látjuk konvergálni a kétoldali capsula internát. Ez még részletesebben mutatja a magokat, igazából ez az a szint, amit kell majd tudni. Tehát van egy előső magcsoport, zölddel, tehát arra van előső irány, ez van hátul, és amúgy meg föntről oldalról nézünk rá. Van aztán egy mediális magcsoport, amihez a nucleus mediodorsalis vagy dorsomedialis tartozik. Aztán van egy laterális magcsoport kékkel, aminek van egy dorsálisabb és egy ventrálisabb szubdivíziója. A dorsálishoz tartozik a nucleus lateralis dorsalis, a nucleus lateralis posterior kékkel, és hátul, amit már makroszkópiában is hallottak, világban van jelölve a legnagyobb kiterjedésű része a talamusnak hátrafelé és laterálra, ez pedig a pulvinál lenne. A ventrális szubdivízió tartalmazza a legismeretesebb magokat, a specifikus magokat, a ventralis anterior és ventralis lateralis magjait a talamusnak, amit a motoros rendszereknél, tehát a kisagynál említettünk, de hasonlóképpen lesz majd a törzsduszok esetében is. Aztán a ventralis posterolateralis és a posteromedialis, amit pedig a felszálló érzőpályák kapcsán említettünk már, és majd erről lesz is részletesebb ábra. Szeretném kihangsúlyozni a pulvinál alatt elhelyezkedő különleges területet, amit lehet a talamus részeként is említeni már, de egyébként inkább a metatalamusnak hívták korábban. Corpus geniculatum mediale és laterale. A mediale az a hallópálya, a laterale pedig a látópálya része. Na menjünk át ezeken a magvakon.
és ezek összeköttetésein. Vannak specifikus magvak, vannak asszociációs magvak, és úgynevezett non-specifikus magvak. A legismertebbel kezdeném, amelyek tehát a specifikus magjai a talamosznak, azaz specifikus ingereket kapnak, és specifikus területre küldik tovább a kéregbe az információt. Ezen az ábrán a zölddel kiemeltek vannak csak, de látjuk, hogy több is van egyébként a specifikus magok között, azokról is majd később beszélek. Tehát a ventralis anterior és ventralis lateralis magja a talamusznak egyrészt a törzsúzokkal van összekötetésbe, és a pallidum felől kap afferentációt, ezt majd reggeli professzor asszony fogja elmondani. Másrészt pedig, amit múltkor említettem, a kisagy felől a nucleus dentatus irányából elsősorban kap információt. És innen pedig küldi az axonjait, a neuroncsoport a premotoros és a motoros kéregbe. A mögötte lévő területen van két megint nagyon fontos specifikus mag, a nucleus ventralis posterolateralis és postero medialis. Ezek az érzőpályákkal vannak kapcsolatban. Itt lehet is látni, hogy a ventralis posterolateralis az egyrészt a lemniscus medialisszal, másrészt pedig a lemniscus vagy a tractus spinotalamicussal kapcsolatban. Ugye a lemniscus medialis az epikritikus, a tractus spinotalamicus pedig a protopátiás információt hozza fel. És ennek megfelelője van az arcról, a nervus trigeminus különféle magjaiból. Itt egységesen van csak trigeminotalamikus traktusznak nevezni, vagy van megnevezve, de igazából ez két részből áll. Itt is van egy protopátiás, ez a lemniscus trigeminalis, vagy lemniscus trigeminalis ventralis, és a másik pedig a lemniscus trigeminalis dorsalis, ami pedig az epikritikus része volna. Tehát ezek haladnak a talamuszhoz, VPL, VPM meg szoktuk csak röviden említeni. A specifikus magok közül ezen az ábrán még az előső magcsoportot is lehet látni, ami egy különleges területhez tartozik, és egészen eltér a többitől, ez a limbikus rendszernek a része, és igazából a Papez gyűrűnek is egyik eleme, amit majd fogunk későbbiekben tanulni, Gassner Balázs kollégám fog ezt elmondani. Amit tanultunk ebből a Papez gyűrűből eddig, az a hipokampusz volt, valamint az abból kiinduló fornix, itt lehet látni az ábrán, hogy a columna fornicis a corpus mamillarikban végződik, és onnan a folytatás egy úgynevezett mamillotalamikus pályán keresztül történik, ezt lehet tractus vagy fasciculus mamillotalamikusnak nevezni, a vigdazír pálya, ami aztán az első magcsoportban végződik, és innen megy tovább a nyírűnek a többi, vagy a következő eleme folytatása, a radiáció talami anterioron keresztül, a gyrus cingulival. A gyrus cingulival mindenki hallott már, frontális leveny megye része, és a medes felszín láttuk a corpus callosum körül. Majd, hogy innen hogyan megy tovább a gyűrű, az most nem érdekes ilyen szempontból, de még tovább folytatódik majd lefelé indirekte a hippocampus irányába, és úgy fog aztán teljesíteni. Amit még látunk ezen a képen, az a non-specifikus magvaknak egyik komponense, a nucleus centromedianus, be van ékelve a talamusz magjai közé kis fehér állományban, és egy érdekes mag, hiszen a formáció reticularis felől kap információt, és onnan pedig a törzsúzok irányába, annak is a bemeneti részéhez, a putámenhez vetül, és a motoros rendszert fogja befolyásolni. Ami érdekes, és ide tettem, hogy magyarok nem olyan régen, Budapestről a Kokiból felfedezték, hogy amit mi aktivációs rendszernek gondoltunk, a formáció retikulára pályáz magában, és aztán majd az a gátlás gátlásával történik az aktiváció. További specifikus magok a pulvinár alatti corpus geniculatum laterális mediale, tehát a laterale az a látópályával van kapcsolatban, ugye a light, onnan lehet megérzni a laterale, és vetül az elsődleges látókéregben, az occipitális lövenben. A corpus geniculatum mediale, music, az M betű, az pedig a hallókéreg, hallópálya részeként a hallókéregben vetül, a Brodmann 41, ami a Heschel
ciklusnak felel meg a temporális rendben. Amit még lehet itt látni, azok asszociációs magok lennének. A thalamusz asszociációs magjai a kéreggel vannak reciprok összekötetésben, méghozzá az asszociációs kéreg területekkel, tehát amit mondtam, van a nucleus lateralis dorsalis, nucleus lateralis posterior, de a pulvonyál is ide sorolható. Valamint van egy rózsaszínnel jelzett mag, a mediodorsalis, ami ugyan asszociációs mag, de alulról is azért kap információt a hipotalamus irányából, vegetatív jellegű rostok húzódnak ide, illetve az olfaktor és a limbikus rendszer felől kap információt, és onnan a prefrontális kéregbe betűd. Ugye itt van a viselkedés központja. A többi magról nem találtam külön képet, és amivel is fontos, a nucleus reticularis, ezt az elején említettem, amikor a thalamus magjait kezdtük tárgyalni, és a kéregből kap azonos oldalról például a ferentációt, de a projekciója az a thalamuson belül marad, és valószínűleg gátolja a többi thalamikus maga. Az intralamellás magvakról még nem említettem semmit, viszont Rebildi professzor asszony mesélte a formáció retikulusz kapcsán ezt a különleges rendszert, ami igazából az a kérget ébren tartja, ascending reticular erosal system. Ez a formáció retikulátból megy, és a thalamusnak ezen intralamellás magvakról végződik, és ez igazából a fájdalom információt közvetíti fölfelé a kéreg irányába, és innen például a prefrontális kéregbe történik a vetülés, illetve a gyrus cingulibe. Ez a fájdalom pályának egy különleges komponense, amin keresztül a viselkedést tudjuk szabályozni, illetőleg a fájdalomnak az emocionális átérzése történik. Tehát nem a VPL-VPM magvakat használjuk ehhez, hanem ezzel párhuzamosan történik egy másik talamikus magban, az intralamellás magokban az információ átdolgozás, és onnan pedig egy másik kéreg részbe történik a betülés. Egyébként megvan természetesen ezzel párhuzamosan a klasszikus VPL-VPM, majd elsődleges szomatoszenzoros kéreg kapcsolat is. Ha például ezt kiiktatjuk, ezt a kapcsolatot az intralamellás magvak és a prefrontális kéreg között, amit régen sebészi beavatkozásként csináltak, amikor már ilyen végstádiumi betegnél olyan fájdalom, akkor mérték volt a fájdalom, hogy ezt kiiktassák, akkor ezt átvágták, ezt az összekötetést, akkor a beteg képes volt lokalizálni a fájdalmat, mert a klasszikus fájdalom pálya működött, azonban közömbössé vált a fájdalomra, tehát a pszichés komponens kiiktatódott. Vannak középvonali magvak, és ehhez írtam még egy-két afferens és efferens kapcsolatot, valamint, amit korábban egy ábrán is mondtam, a nucleus centromedianus, ami a formáció retikulátusból kap információt, de ez a törzsúszok irányába megy, és a motoros kontrollt befolyásolja. Ez egy összefoglaló a főbb magvak, talamikus magvak kapcsolatáról. Egyrészt az afferens, másrészt efferens kapcsolatot látjuk. Tehát a ventralis anterő és ventralis lateralis nagyjából egyformán működik, mert mind a kettő a kisaggyal, illetőleg a törzsúszokkal lehet kapcsolatban a pallidummal. Van olyan könyv, amely a ventralis anteriót csak a pallidummal hozza összefüggésbe, ez az újabb nézet, de bizonyos könyvekben még ez is a kisaggyal is kapcsolatot létesít, mind a kettőt el fogjuk fogadni, és innen egyébként a vetület tovább a ventralis anterióból elsőben várja a hatoshoz, Prodman hatoshoz, tehát a premotoros kéregbe, a ventralis lateralisból pedig az várja négyeshez, tehát az elsődleges motoros kéregbe történik a vetület. A VPL és a VPM, mondtam, hogy a felszálló érzőpályák ide haladnak, tehát itt a lemniscus medialis és a tractus spinotalamicus a VPL-be, a VPN-ben pedig a lemniscus trigeminalis és a lemniscus trigeminalis dorsalis.
mind a protopátiás, mind az epikritikus szomatotópiás lokalizációt mutat már, és innen tovább ugye a Prodman 3-1-2-ben megyünk az elsődleges szomatoszenzoros kírekbe. Látjuk az előső magvat, ami a limbikus rendszer része, corpus mammillariból kapja az információt, fascicus mammillotalamicus révén, onnan a gyrus szingulba vetül. Aztán látjuk a DM magot, dorzomedulláris magot, vagy MD mediodorzomedulláris magot, ami inkább hipotalamus, tehát vegetatív információt kap, és a prefrontális kérekbe vetül. Aztán van a sárga és a zöld, amely igazából asszociációs mag, tehát reciprok kapcsolata van az asszociációs kéreg területekkel, lobus parietalis superior például, ugye zölddel és sárgával jelölve, tehát ezekkel van kapcsolata, és aztán a pulvinár is föl van tüntetve, ez is ugyancsak egy asszociációs mag, tehát egy asszociációs kéreg területen van reciprok kapcsolata, és nem kap szubtalamikus területről információt, azt jelenti. És akkor ez a két specifikus mag még itt a pulvinár alatt, tehát a corpus geniculatum laterale, ami tehát a látópálya része és a tractus opticus végződik, és innen indul a radiáció optika, ugye megy az elsődleges látókéregbe, a Brodmann 17-esbe, tehát a sulcus calcareus vagy calcarealis mentén ugye található, és a zöld pedig a corpus geniculatum mediale, ez a hallópálya része, ez elsősorban a colliculus inferiorból kapja az információt, és onnan a radiáció akusztika megy a íri temporális transverséhez, a Lára 41-es, az elsődleges hallókéreg első vírus, ugye a vírus temporális superior mélyén. Összességében a talamuszból kiinduló pályákat, tehát radiációknak nevezzük, és ez gyakorlatilag ez egy folytonos sugárban történik, kisugárzásban történik, tehát nem annyira lehet ezt szétválasztani, mint ez az ábra mondja, de egyébként valóban mit szoktuk tanítani, hogy a radiáció talami anterior, egy superior, ez a leghíresebb, és a specifikus kapcsolatokat inkább ezt tartalmazza, és aztán van az asszociációs kapcsolatokat tartalmazó radiáció talami posterior, illetőleg inferior, tehát nagyjából a négy nagy kéreglebenyhez történik ez a szétsugárzás. Ugye ezek mit tartalmaznak? Ahhoz ugye a kapszulainternát kell előhoznunk, és a kapszulainternát egy ilyen flexig-szerű meccésben látjuk most 3D-ben. Tehát ugye azért fontos a flexig, vagy jobb a flexig, mint csak a sima horizontális meccés, a könyvben is azt hiszem csak úgy van ábrázolva, mert így lehet azt látni, hogy akkor a kapszulainterna a legbelső pontja, amit genonak nevezünk, az egyben a legfőső is, tehát magyarán a crus anterius, ami elől van, az emelkedik fölfelé, majd a crus posterius lefelé hajlik, nem csak hátra, és aztán még ezen a flexig meccésen lehet látni a két további részét ennek a crus posteriusnak. Ez a nucleus lentiformis aláhajló rész a pars sublenticularis, ami pedig hátul van, az pedig a pars retrolenticularis része. És ezekben fontos pályák találtuk, egyébként az összesben nyilván pálya van, és majd ezt mindjárt részletezem, de a két érdekes, hogy a retrolenticularis részében van a radiáció optika, ugye ez nem meglepő, hiszen ez vetül a látókéreg irányába, a pars sublenticularisban pedig a radiáció akusztika, ami a temporális lebeny irányába megy. Itt van egyébként a radiáció talami posterior, illetőleg inferior is, tehát van még további két radiáció ebben a területben, illetőleg vannak innen induló pályák is, összességében a corticopontin pályának nevezett pályának két része, tehát ami a hátsó részből indul, az az occipitopontin pálya, ami pedig az alsó részből, az pedig a temporopontin pálya lesz. Na nézzük meg a többi részét is, ugye ezt már most majd tegyék hozzá az eddigi tanultakhoz. Tehát az első szára a kapszulinternának egy fölszálló köteget tartalmaz, radiáció talami anterior. Ide tettem, hogy ebben milyen összekötetések vannak. Ebben van tehát a limbikus rendszer része, a Papert gyűrű része, nucleus anteriorból a gyrus cingulába való vetülés.
Aztán ebben van benne az MD-magból a prefrontális lebenyőbe történő, vagy kéregbe történő betülés. És akkor beletettem az intralamellás magvak és a prefrontális kéreg közötti kapcsolatot is, a fájdalomnak ugye ez a különleges része, vagy a pályarésze. Tehát ez mind előhúzódik a kékben, és ez körül van véve leszálló pályával is, ez pedig a tractus frontopontinus, ami tehát a frontális lebenyőből megy a pontin magvakhoz. Aztán van a genu. A genuban száll le a tractus cortico nucleáris, és a genu mögött, tehát már a plus posteriusban a tractus cortico spinalis. De ezzel párhuzamosan itt is van radiáció, van egy radiáció talami superior, ebben van a legfontosabb összeköttetések a talamikus specifikus magja és a specifikus kéreg központok között. Tehát ventralis anterior mag a Brodmann 6-osba, ventralis lateralis mag a Brodmann 4-esbe vetül, a VPM a Brodmann 3-1-2 alsó részébe, ugye a fejterületét jelenti, VPL pedig a Brodmann 3-1-2 felső részébe, hiszen a végtagok, azok a homunculus fejtetőnállása miatt inkább a vírus postcentralis felső részében található, majd ezt a kéregelődáson újra el fogom mondani. És akkor itt ezt a hátsó részt az előbb járván mondtam, ez ugye egy horizontális metszeten annyira nem jön ki, de mindesetre ebben is vannak radiációk, és a radiáció talami posterior, meg inferior, az inkább asszociációs kapcsolatokat tartalmaz, az asszociációs magvak és az asszociációs kérek között oda-vissza. Itt a radiáció csak a felszálló részt jelentéként, de vannak itt is elszálló pályák, illetőleg hát itt párhuzamosan ugye minden kéreg területről van a kortikopontin pályának része, tehát a parietális lebenyőből a tractus parietopontinus, hátul occipitopontinus, ahol meg a temporopontinus pálya is indul vagy halad át ezen. Aztán be van jelölve a hátsó szárában a torso internának a tractus cortico rubralis, ami a nucleus rubrumhez szokszik. És aztán utolsó ábraként egy klinikai vonatkozású szindrómát, talamus szindrómáról szeretnék egy fél mondatban megemlítést tenni. Ugye a hátsó részét a talamusnak perforáns ágat látják el az arteriaszerű posteriorból, ott a szubstancia perforáta posterior területén, ez a VPL-VPM magokat is érintheti. Ez egyébként Dejerine-Russi szindrómának is nevezett szindróma, ahol érdekes manifestációk vannak, tehát kontralaterális féloldali érzéskiesés, minden modalitás típus, ahogy mondtam, tehát epikritikus protopátia, stb. És a kontralaterális, az pedig, vagyis kontralaterális féloldali fájdalom is hozzá társul. Tehát itt például nincsen fájdalomreceptor stimuláció, és mégis fájdalmat érzékelünk. Tehát ennek kezelése nyilván különleges kihívás lesz. Köszönöm szépen!